Köszöntöm a kedves nézőket, lássuk, mit tehetünk ezúttal környezetünk védelmében. Elsősorban a kerékpáros és környezetbarát közlekedésre fektetjük a hangsúlyt mai adásunkban. Első alkalommal Szihalomra látogatunk el, ahol a helyi általános iskola egy rendkívül széleskörű pályázatot nyújtott be, méghozzá azért, hogy a diákok biciklivel járhassanak iskolába. Lássuk, hogy sikerült ezt megvalósítani. Felsorakozott az egész iskola, kerékpáros napot szerveztek Szihalmon a fiataloknak, hogy népszerűsítsék a biciklis közlekedést. A Szihalmi Általános Iskola nyertes pályázatának köszönhetően több gyerek ülhet nyerekbe iskolába menet. A gyerekek és a felnőttek is Szihalmon nagyon-nagyon szívesen járnak kerékpárral. Sajnos eddig nagyon kevés kerékpár tárolásra alkalmas lehetőségünk nyílt. A projekt ugye most lehetőséget ad arra, hogy 30 kerékpár befogadó kerékpár tárolásra építenek ide az iskola udvarára, és 8 darab kerékpárt kaptunk ebbe a projektbe, amit majd bérelhetnek az osztályok, a csapatok, és ezzel egy nagyobb túrát a környező falvakba, a környező iskolákba is tehetünk. Az egésznapos rendezvény közös tekeréssel kezdődött, iskolások és ovisok biciklizték körbe a települést. Hasonló túrákhoz most már 8 darab új kerékpár áll az iskola rendelkezésére, ehhez az önkormányzat segítségével kerékpártárolót is beszerez az intézmény. A polgármester szerint fontos, hogy a gyerekek minél előbb megismerjék a környezettudatos közlekedést. Nagyon fontos, hogy itt a falunkbeli gyerekek minél közelebb kerüljenek a természethez, és megismerkedjenek a környezetbarát közlekedéssel. Na hát ezért is vállaltuk be, és bízunk benne, hogy a jövőben még ezt tudjuk folytatni oly módon is, hogy további pályázatokkal, netán az önkormányzat saját erejéből is kerékpárokat vásárol. Nyilván a faluban vannak tehetségesebb családok, akik tudják biztosítani a kerékpárt a gyerekeknek, de vannak egyszerűbb, szerényebb körülmények között élők, akinek viszont ez a program adja meg a lehetőséget, hogy az iskola rendelkezésére bocsájtott kerékpár készlet rendelkezésre álljon, és osztálykirándulásokra bármire igénybe tudják venni. A gyerekek azt mondják, szeretnek biciklivel iskolába járni, eddig azonban nem volt lehetőség a kerékpárok elhelyezésére. Azzal járok iskolába biciklivel, és azért szeretem, mert jó kijönni vele a friss levegőre, és így könnyebben, tehát átlátom a természetet. Szerintem többen fognak járni, mert hogy így már akkor lesz esély arra, hogy lehet, hogy az osztályok, aki járunk, ugye kirándul, mert akinek nincsen, akkor így biciklivel könnyebben el tudunk menni egy kis Szihalmat bejárni. Ügyességi vetélkedőn gyakorolhatták a biciklis közlekedés szabályait az iskolások, a termekben pedig kresztotót töltöttek ki a többiek. A kerékpáros nap csak a kezdet volt, rajzversenyt és közös túrákat terveznek az iskolában. Az igazgató szerint mostantól egyre több programon próbálják majd népszerűsíteni a kerékpáros közlekedést. Na hát a legkisebbek után talán egy generációt lépünk. Május 24-e az Európai Nemzeti Parkok napja. Ehhez kapcsolódóan a Bükki Nemzeti Park itt helyben is szervez számos programot. Bacúr János a vendégem, köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat. Méghozzá a Bükki Nemzeti Park részéről milyen programokkal készülnek május 24-én? Május 24-én egy hagyományos programunk, most már hagyományossá vált egy kerékpártúra, amivel mi készülünk. Ez a Bükk-Aktelek kerékpártúra, valójában Szilvásvárad-Aktelek túra, csak két nemzeti park közös szervezési programja, és ezért kapta ezt a nevet ez a programunk. Ez már 16. alkalommal kerül megrendezésre. Hát nagyon változatos a túraútvonal, itt próbáltam puskázni, nem fogok tudni minden települést felsorolni. Szilvásváradról indulva ugye Aktelek a cél, és amint vége a túrának, azt hiszem egy barlang látogatásra is lehetőség lesz, tehát kísérő programokat is igyekeznek évről évre szervezni köré. Igen, amikor ezt a programot kiötlöttük kollégámmal, Berec Bélával, az Akteleki Nemzeti Parknál akkor ott dolgozó kollégával, akkor az volt az elképzelésünk, hogy az Európai Nemzeti Parkok napján, az Európai Nemzeti Park Szövetség felhívásának szemben menve, ne a nemzeti parkokba szervezünk programot, hanem kössük össze a nemzeti parkokat, a két nemzeti parkot egy olyan kerékpártúrával, ami elviszi az embereket távoli, zártabb településekre, tehát nem főútvonalon megy a túra, tulajdonképpen Szilvásváradról Putnok érintésével jutunk el Aktelekre,
de egész kis eldugott falvakon, közben érintve ugye egy érdekes táji környezetet, így a Lázbérci víztározó mentén, szintén közúti forgalom elől elzárt úton, útszakaszon megyünk keresztül. Ugye közel 70 kilométerről beszélünk, talán néhány kilométerrel kevesebb ez a táv. Mennyire igényel jó felkészültséget, illetve mennyire igényli ez a túra azt, hogy rendszeresen biciklizzen, tekerjen valaki, vagy hogyha érdeklődik, akkor bátran jelentkezhet, mert nem igényel különösebb fizikai megterhelést. Átlagos felkészültséggel már lehet jönni, a kerékpár legyen felkészítve, ez a legfontosabb. És hát ugye azt kiírjuk a túra kiírásba, hogy 14 év alatti gyerekek csak szülői fel vagy felnőtt kísérővel jöhetnek a túrára. De jöhetnek, tehát akkor mégsem jöhetnek. Ugrottunk akkor a generációt, mint nem ahogy ugrottunk ezt nem akkor a generációt, de ugorhatnánk is, mert 70 év fölötti résztvevőnk is volt már az eltelt 15 túra alkalmával. Ugye 16 év az már tényleg óriási időnek számít egy kerékpártúra megszervezésénél. Van-e olyan résztvevő, aki minden áldott évben ott van és végig tekeri ezt a túrát? Én úgy tudom, vannak olyanok, akik majdnem mindegyiken, sőt, én magam mindegyiken ott voltam, de hát ez viccet félretéve, vannak a résztvevők, akik már várják minden évben, kérdezik, hogy mikor indul a szervezés, mert már jelentkeznének már elsők között. Mivel készüljön, aki elhatározza magát, és május 24-én Szilvásváradon ott fog állni a rajtnál, mi az, amit magukkal kell a versenyzőknek hozniuk, illetve mi az, amit esetleg tud biztosítani a Nemzeti Park, illetve a szervezők? Hát én azt tanácsolom, hogy megfelelő ruházatba jöjjenek, ugye az időjárás változékony, mint most is látjuk, tehát adott esetben még napvédő krémet is kell hozni, mert már erre is volt példa, tehát szélső és éges lehet az időjárás még május végén. Hát nyilván a kerékpár legyen felkészítve, és hát valamilyen élelem és innivaló is legyen velük. Amit mi segíteni tudunk ebben a túrában, szervizfelszerelést kapunk, a szilvásváradi kerékpár kölcsönzővel jó az együttműködés, ők segítenek mindig, minden alkalommal minket egy ilyen felszereléssel. Kísérőautók lesznek, a hátulmenő kísérőautóban lesz felszerelés, tartalék, alkatrész. Nyilván az utóbbi időben azt tapasztaljuk, hogy felkészült kerékpárosok jönnek, tehát alig van javítási defekt, javításon túl nincs javítási szükséglet. Ugye a felvételeken is láthatjuk, hogy itt nem csupán tekerésről, közös biciklizésről van szó, itt a helyi sajátosságokkal is megismerkedhetnek a résztvevők. Hogyan lehet ezt elképzelni, milyen programokat, ismeretterjesztő megállókat terveztek? Hát olyan, mint a képeken is látszik, hogy nem csak a pedálozás a lényege a túrának. Ez egy kirándulás, ami elvezet különböző településekre, minden alkalommal megszervezünk egy megállót egy-egy településen, ahol akár a polgármester, akár valaki helyi lakos bemutatja az adott település értékeit, és hát ezt folyamatosan próbáljuk, és ebben az évben az Európai Nemzeti Parkok Szövetségének felhívására ehhez illeszkedve próbálunk olyan programot szervezni, ami hát a helyi értékek, helyben előállított élelmiszerek és a hagyományos gazdálkodásra utal. Ugye minden évben más és más témával igyekszik előállni a Nemzeti Park, ez évben most ez mi indokolta, hogy erre élezzék ki ezt a túrát? Hát több szempontból is, ugye a megállók adják magukat, ugye az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság a Gömörszőlősi ökofaluba viszi be ebben az évben a programot. Mi egy hagyományos sportán tervezzük a megállót, és hát mint mondtam a szövetségnek, az Európai Nemzeti Parkok Szövetségének az idei üzenete a nemzeti park, a parkok a természetért, a közjóért és a békéért, ugye a felhívást a első világháború évforduló kapcsán tették így a békével összefüggésben. Mi a közjóért üzenetre hangoltuk rá a programot. Egyrészt a múlt évtől indult a Nemzeti Park védjegyes termékeknek a programja, amit szeretnénk itt ismertetni a résztvevőkkel, az egyik megállónk alkalmával. Ez arról szól, hogy a nemzeti parkok a természetvédelem nem csak korlátoz gazdálkodást, hanem a gazdálkodást segíti is,
védett területeken előállított élelmiszerek, ott megtermelt alapanyagból készült termékeknek egy bizonyos minősítése után egy nemzeti parki termékvédjegy minősítést adunk, és ilyen védjeggyel kívánjuk segíteni ezeknek a termékeknek, ugye ezek kisgazdaságok, családi gazdaságok termékei, tehát ezeket próbáljuk segíteni ilyen formán. Tehát gyakorlatilag ez az üzenet igazából a megállónak szánt településeknek is elég kedvező, tehát nők is kiveszik a részüket ebből a túrából, illetve profitálhatnak is akár belőle, hiszen hát egyre többen ismerhetik meg a településen lévő nevezetességeket, sajátosságokat. Igen, hát kezdettől fogva ez volt a túra célja, tehát olyan helyre juttassuk el a kerékpárosokat, ahol biztonságosan tud közlekedni, kisforgalmú utakat vesz, és hát kisforgalmú településeket sajnálatos módon, mert ugye szeretnénk, hogyha turistaforgalmuk és ugye településeknek is ez célja, hogy turistaforgalmuk megnövekedjen, és hát erre próbáljuk ugye ráirányítani a figyelmet. Ugye a Nemzeti Park által szervezett túráról van szó, de nem kizárólag szakemberek, illetve a Nemzeti Parkhoz közel állók jelentkezését várják. Tehát nem feltétel az, hogy valaki benne legyen ebben a szakterületben. Egyáltalán nem feltétel. Itt minden érdeklődőt szeretettel várunk. És hát ugye érdemes is jelentkezni, mert ugye nem csak egy kellemes kerékpározás, útközbeni élmények, hanem a célba érkezéskor az akteleki helyszínen hagyományosan egy egyszerű totó kitöltése zajlik csoportmunkában. 3-5 fős csoportokat várunk erre. Ezek a csoportok adott esetben spontán összeálló csoportok, tehát egyéni jelentkezők nincsenek kizárva a programból. És a legsikeresebb teljesítő, a totó eredmény legjobb elérője értékes díjazásban részesül. Egy hétvége az Aggteleki Nemzeti Park vendégszállásán, egy hétvége pedig diákcsoportoknak, mert ilyen kategóriát is indítunk, pedig a Bükki Nemzeti Park igazgatóság által biztosított szálláshelyen. A totó témája ugye nem csupán maga a Bükk, illetve a Nemzeti Park sajátosságai, hanem egy kicsit ilyen élményszerűen próbálja feldolgozni a túrát. Így van, tehát az útközben kapott információkból is teszünk be kérdéseket, és nyilván a természetvédelmi általános tájékozottságot is fel tudjuk mérni egy ilyen totóval, tehát vannak természetvédelmi vonatkozású ismeretek is, tehát aki a túrára jön, az azért érdemes egy útikönyvet a kezébe venni, mielőtt elindul. Ugye témánál vagyunk akkor is, hogyha egy kicsit a kerékpáros közlekedésről szeretnénk beszélni, hiszen a környékbeli, a Bükk bicikli útvonalai azért évről évre biztosítják itt az adottságokat és a körülményeket a túra megszervezéséhez. Milyen túraútvonalak vannak itt a Bükkben? Elégséges-e, amik ki vannak építve, és jó használhatóak-e, jó járhatóak-e? A Bükk-hegység nagyon jó adottságokkal rendelkezik a túrázás és a kerékpározás számára. Számos útvonala van, az erdészeti munkáknak köszönhetően számos erdészeti feltáró út hálózza be a hegységet, és mivel ez egy mészkőből álló hegység, így a Bükk-fennsík útjai alig vannak talajtakaróval borítva, tehát szinte a mészkő kilátszik az utak felszínén. Esős idő után is gyorsan felszáradó utakról beszélünk ennél fogva, tehát a kerékpározás nagyon alkalmas helyszín. Hogyan lehet tudatosan, biztonságosan kerékpározni? Vannak-e ennek feltételei, vagy tényleg bárki nyerekbe pattanhat és irány a Bükk? Hát amikor a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság úgy élére állt ennek az erdei kerékpározás ügynek, akkor az volt a félelem, hogy a hegyi kerékpározás divatjának megjelenésével lerohanják majd a kerékpárosok vadul a területet, és ezt még egy szabályozott közegben kívántuk fogadni, ezt a bővülő kerékpáros igényt, és kezdeményezésünkre egy erdei kerékpáros úthálózat nyomvonalat festettünk. Egy 300-400 km hosszan lehet ma a Bükk-hegységben kerékpározni. És már egyszer említettem, hogy a Szilvásváradi kerékpárkölcsönzősvel jó kapcsolatban vagyunk.
ott egy kerékpáros egyesület fölvállalta ennek az úthálózatnak a kijelölését annak idején. Hát ez már több mint 10 éve történt, és hát ma egy erdélyi kerékpáros térképpel is rendelkezünk, illetve már a turista térkép kiadók is ábrázolják ezeket a kerékpárutakat. Itt az útvonalakat annak idején úgy választottuk ki, hogy ez a természeti értékeket lehetőleg ne zavarja, és egyeztettünk ugye természetjárókkal, és hát az erdészetekkel természetesen, az ő vagyonkezelésükben levő utakról van szó. Tehát egy olyan lehetőséget biztosítottunk elsőként az országban, ami mintaértékűnek is mondhatunk. Ez ugye abszolút pozitívum, de vannak-e olyan igények, amiket még jó lenne, hogyha egy kicsit fejlődnének a Bükki túra útvonalakon, a Bükki bicikli útvonalakon? Vannak-e olyan állomások, olyan dolgok, amikre még mindenképp szükség lenne? Pihenőhelyekre, hasonlóra gondolok. Hát ilyen igények folyamatosan vannak, tehát ugye a kerékpározás divatját látjuk, hogy egyre fokozódik. Már olyanok is, olyan korosztály is visszaül a kerékpára, aki... 10 évvel ezelőtt abból a korban még nem gondoltuk, hogy turistaként biciklizni akar. Tehát nyilván a kényelmesebb kerékpárosok számára több pihenőhelyre van szükséges, hát ez a kör bővül. Úgy tudom, hogy van egy elképzelés, ami szerint Engellila-Füred közt is lehetne majd egyszer egy kerékpár összeköttetés. És hát ugye nem mondtam, hogy milyen jó adottságok vannak még ugye a hegységben. Valamikor a szállítást Erdei vasúton végezték, és ezeket a vasutakat hát egy olyan emelkedési tényezővel építették, ami nagyon egyenletes emelkedőket jelentett. És ez a kerékpárosok számára, hogyha ezeket a nyomvonalakat átalakítjuk, vagy stabilizáljuk, akkor nagyon alkalmas útvonalak alakulhatnak ki. Sarkosan tekintve ugye nem feltétlen tartozik a témához, de folyamatban van akár itt Eger városában is a biciklút hálózat kiépítése, fejlesztése. Sarkalhatja ez a lakosokat, a helyieket arra, hogy egyre többen biciklizzenek, tekerjenek? Vagy aki egyébként is szeret, az megtalálja mondjuk a Bükki útvonalakat, illetve a környező látványosságokat? Hát ugye a kerékpárosok számára a közút nem sok perspektívát kínál, nagyon forgalmasak a közutak. És hát ez is valamennyire indukálta azt az érdeklődést, ami az erdélyi kerékpárutakra irányul. Nagy biztonsággal szinte akkor lehet kerékpározni, hogyha a közutat elhagyja az illető kerékpáros, sajnálatos módon. Tehát nyilván jobb lenne, hogyha mindenütt lennének jól járható, sima, aszfaltozott kerékpárutak, de hát ugye ez nyilván lehet egy hosszú távú cél, de még ettől messze vagyunk. Tehát mindenképp azt látjuk, hogy az erdei kerékpározás iránt folyamatos igények vannak, és hát ugye más tájegységekben is vannak törekvések, hogy kialakuljanak ilyen lehetőségek. Május 24-ére, ez egy szombati nap, visszakanyarodva nem csak a túrát szervezik ilyenkor, hanem másnap a Bükkmaraton is megrendezésre kerül, ami talán egy kicsit a versenyszellemet is kielégíti, illetve aki versenyezni szeretne, annak itt a lehetőség. Kik jelentkezhetnek például a Bükkmaratonra, és mekkora hagyománya van ennek? Párhuzamosan szokták évek óta megszervezni a túrával. Párhuzamosan a Bükkmaraton megszervezés azt hiszem 13. alkalommal történik. Hát, mint mondtam, a Szilvásvel, az kerékpár kölcsönzővel, és hát olyan nevét is kimondom, Tarnai Csabával folyamatosan segítettük ezt a büki kerékpározási lehetőséget. És hát ugye nem véletlen, hogy ő is a saját rendezvényét, ami a Szilvásváradi Maraton, az Európai Nemzeti Parkok napjához helyezte időben. És hát kialakult az, hogy mint betét programként a Bükkmaraton betét programjaként szombaton akkor a könnyedebb kerékpározást, kirándulást keresők részt vehetnek a Bükkaktelek túrán, és versenyezni pedig lehet vasárnap különböző távokon. Ennek részleteit annyira nem tudom, azt tudom, hogy 4 táv közül lehet választani, és majd 100 kilométeres ugye a legkeményebb. Van egy azóta kialakult egy rendezvénysorozat, Top Maraton rendezvénysorozat, és ez 4 versenyen egy nevezéssel lehet részt venni. Ezt az interneten előregisztrációval teszik meg általában a résztvevők.
Hát akinek nagyon jó az erőnléte, és aki nagyon jó kondiba van, annak ajánljuk azt is, hogy vegyen részt a túrán is, illetve másnap tekerjen akkor a maratonon is. Nem tudom, mennyien lesznek ilyen vállalkozó szelleműek, de hát ha? Hát lehetnek, mert ugye a maratonverseny az már egy ilyen családi, a résztvevők egy részének családi program, tehát van a versenyző gyerek vagy gyerekek, és a szülők ugye addig más elfoglaltságot is kereshetnek, és hát akár egy szombati programra szívesen látjuk őket, egy könnyed biciklizésre. Én szép időt kívánok hozzá, más nem nagyon tudok, gyakorlatilag minden feltétel adott. Reméljük, hogy az égiek is a versennyel maradnak. Köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat. Mi pedig egy kicsit kitekintünk a búzatáblákra, hiszen a termőföldön is védhetjük környezetünket. Egy csúnya vírus fertőzi a búzát, erről készült egy összeállítás. Egy már fertőzött búzakalászt vesznek körbe egészséges növények. Sajnos egyre több felé tapasztalhatják a gazdák a jelenséget. A sárgarosda nevű betegség körülbelül 10 évente végez pusztítást a búzatáblákban. Idén nagy mértékben kell számolni vele. A gond az, hogy nagyon enyhe volt a tél, és nagyon sok károsító szervezet kedvezően tudta átélni ezt az időszakot, és ők is sokkal korábban ébredtek, mert a tavasz számukra is előbb kopogtatott. És most szinte azt lehet mondani, hogy nap mint nap találkozunk olyan károsítóval, amelyik a korábbi évekhez képest sokkal nagyobb vehemenciával tud támadni. A fertőzött növényeken apró pörsenések helyezkednek el az érközök mentén. A leveleken gyöngyfüzérszerűen akadályozzák a tápanyagforgalmat. A növényvédelmi szakemberek szerint nem csak a sárgarosdával kell számolniuk a földtulajdonosoknak az enyhe tél után. A vetésfehérítő bogarak és a poloskák is nagy kárt okozhatnak a közeljövőben. Éppen ezért sürgető a megelőző permetezés. Most védekezzen a gazda, tegyen bele egy olyan gombaölőszer, ami a lisztharmat ellen is megfelelő védelmet nyújt, de a fuzáriumra is, kalászfuzáriumra is számítani kell, ami a termésveszteség mellett a minőséget is nagyon erősen befolyásolja. Az idei sárgarosda járvány egyébként az utóbbi idő legsúlyosabb kárát okozhatja, ha nem permeteznek időben a gazdák. Az igazgató szerint ilyen mértékben még nem okozott kárt a növénybetegség. Én bízom benne, hogy egy kicsit közelebb jutottunk ahhoz, hogy tudjuk, mit tehetünk környezetünk védelmében. Én legközelebb is szeretettel várom Önöket, viszontlátásra!